Lelkesen, ásóval és gerebjével érkeztek szombaton délelőtt a Malomtószélre azok, akik csatlakoztak a 10 millió fa nevű országos mozgalomhoz. Baráti társaságok, munkahelyi közösségek és kisgyermekes családok is fontosnak tartották, hogy részt vegyenek a programon. A ceglédi hajléktalan szállón élők is örömmel készültek erre a napra, mesélte az intézmény vezetője. Egyetértünk a céllal, tehát teljes mértékben, szerettünk volna részt venni így közösen, másrészt pedig a közösségépítésnek azt gondolom, hogy a közös munka egy nagyon fontos része. Ezt valljuk, és a szállón is ezt próbáljuk követni. A felültetési programot Juhai Tünde indította el a Facebookon néhány hete. Rövid időn belül több mint 500-an csatlakoztak a kezdeményezéshez. Tünde nagyon örül a sok lelkes támogatónak, hiszen az akció fontos üzenettel bír. Mindenki jobban odafigyeljen a környezetre, és hogyha teheti, akkor otthon is családja környezetében ültessen fákat, és akár közterületre is, ez a célunk. Lelkes támogatók, magánemberek, magánszemélyek egyenként mellém álltak, és azért vagyunk ilyen sokan, úgyhogy köszönöm szépen a segítséget és a támogatást mindenkitől. A családok, civil szervezetek mellett természetesen az önkormányzati képviselők is a kezdeményezés mellé álltak, és a térség országgyűlési képviselője is csatlakozott az ültetőkhöz. A Malomtószéli lápos, vizenyős területen 103 fát ültettek el. Olyan fajtákat választottunk, mint például az éger, a mocsárciprus, a fűszfélék, meg egy pár kőrist, úgyhogy azért választottuk ezeket, mert 2010-es évhez hasonlóan itt bármikor lehet vízállás, tehát maga a talaj is telített itt az árokrendszer mellett vízzel, és akkor olyan fákat kell választani, amik gyakorlatilag tűrik ezt. Nem kell sok idő, hogy igazi ligetté váljon a terület. A fák ugyanis 3 éven belül látványos koronával rendelkeznek majd, mondta Hervai Gergő. Ehhez persze elengedhetetlen az utógondozás, a fák tányérozása és a locsolása, amit vállaltak a faültetők. Ezen a képen jól látszik, milyen volt a malomtószéli terület az ültetés előtt és után, vagyis hogyan népesítették be a facsemeték a város ezen részét. A szervező Juhai Tünde elmondta, szeretnék, ha a példaértékű összefogásnak lenne folytatása, és jövő tavasszal Cegléd más részeire is ültetnének közösen fákat.